Az önkéntesek között voltak gyerekek, fiatalok és idősek egyaránt. Pálinkás Elizabetta elmondta, gyerekkorában sokat járt fürödni a Palicsi tóra. Szép emlékek kötik hozzá, ezért mindenképpen szeretett volna részt venni a munkaakción. Az én lányom még nem is látta olyan közelről a vizet, mint amennyire mi valamikor annak idején, és úgy gondolom, hogy ez az akció, ez egy nagyon szuper dolog, és minél többen részt kellene, hogy vegyünk benne, mivel hogy ez a mi érdekünk is, egy gyönyörű környezetben élünk, és sajnos a mi hibánkból is, de ez nagyon el lett hanyagolva, ezért mi is szeretnénk egy pici jót hozzátenni ehhez a dologhoz. Azért tartom fontosnak a környezettudatosságot és a környezetünk megóvását, mert ezek a dolgok, amiket ez a rengeteg szemét, amit az ember eldobál, ez nem a természettől való. És sokkal több idő kell neki, hogy fölbomoljon, hogy tehát egyáltalán a természet föl tudja ezt dolgozni. És ezzel kapcsolatban nagyon tudatosan kell viseltetnünk. A Palicsi tó partjának megtisztítását Svetlana Kostics kezdeményezte, aki létrehozott egy Facebook csoportot is, hogy felhívja az ismerősei figyelmét a környezetszennyezés problémájára. Két héttel ezelőtt már szerveztek egy ilyen akciót, amikor a tópart egy szakaszát sikerült megtisztítaniuk a szétdobált szeméttől. Most onnan folytatták a munkát. Az akciót egy palicsi cég is támogatta. Nam su obezbeđene i rukavice i džakovi, tako da to nismo poneli, poneli smo grablje, to je bitno za smeće, otpad zapravo, pošto ima dosta otpada i po površini vode, to nismo očekivali. Imamo razne delove, smo našli od kola i tako dalje, tako da nam to bi nam dobro došla oprema, ali okej smo i ovako. A szervező elmondta, az elkövetkező hétvégéken újabb munkaakciókat terveznek, és remélik, hogy akkor majd még több ember csatlakozik hozzájuk.